Az Épített Környezetünk Csodái címet viselő fotókiállítást január 19-én nyitották meg Mogyoródon, a Művelődési Házban. A díjkiosztó is aznap volt. Immáron hagyomány, hogy fotópályázatot hirdetnek Mogyoródon, ez már a 6. alkalom volt. A tárlat szervezője és rendezője Marosán László szerint a fényképek a múltat mutatják meg a jelen számára, ez a mostani kiállítás azonban egy kicsit más e tekintetben. Mondhatjuk, a témája az egyetlen, ami az állandóságot, a biztonság statikus érzését sugározzák felénk, és egyben az évszázadokig tartó lassú elmúlás kifejezői is. A megjelenő fényárnyék a mindent körülvevő légies atmoszféra utal csak a pillanatról pillanatra történő változásra, környezetünk és saját mulandóságunkra. A kiállítások ízlésformáló, közösség összetartó szerepe jelentős, az egyének számára kínálnak megvalósítható értelmes célt és egyben nyilvános szereplési lehetőséget, mely örömet szerez az alkotónak és közösségünknek egyaránt. A fotózás egy időutazás. Minden alkalommal, amikor lenyomjuk az exponáló gombot, egy kis ablakot nyitunk a múltba, amin hosszú évek múlva is visszatekinthetünk. Láthatunk olyan embereket, akik már nem lehetnek közöttünk, olyan pillanatokat, melyek soha nem térnek vissza, vagy akár olyan helyszíneket, amiket már soha nem fogunk olyannak látni, mint éppen akkor. A fotó ezért mindig egy vizuális, érzelmi élményt ad a néző számára. Az épített környezet és a természet kapcsolata elválaszthatatlan. Az egyes ember felelősségének jelentősége e tekintetben is egyre nagyobb. Napjaink aktuális témája az épített és a természetes környezet kapcsolata. E kettő harmóniájának megteremtése létkérdés, hogy az elkövetkező generációk is csodálatosnak láthassák Földünket. Az itt látható fotók megőrzendő értéket felől közelítenek a téma felé. Néhány kép azonban nem kendőzi az árnyoldal bemutatását sem. Csodás, néha meghökkentő fotókból állt össze a kiállítás anyaga. Az ember alapvetően társas lény. Az emberi intelligencia és technika fokozatos fejlődésének, valamint növekvő népesség igényének volt köszönhető, hogy az első települések kialakultak. Az épített környezet fejlődésével és terjeszkedésével a természet fokozatosan hullott vissza, és a településekre jellemző problémák fokozatosan kerültek előtérbe, mint a légszennyezés, zsúfoltság, hulladékok, betegségek terjedése, és nem utolsó sorban az épített környezettel való szennyezés, mely több ember öltött figyelembe véve is szinte időben. Jelen kiállításunk anyagát főként autodidakta, kedvelésből fotózó anyagai alkotják. A hitelesség minden művészi produktumnak az alapja, és már nem is beszélhetünk ez esetben amatőr művészekről. A különbség a profikkal szemben, hogy ők a szakmai technikai tudásukat, vagy annak egy szeretét saját módnak kell megkeresni, elsajátítani és azt alkalmazni. Először a gyermek kategóriában adták át a díjakat. Egy testvérpár hozott be fotósorozatot erre a kiállításra. Első helyezett lett Kuruc Benedek. Nagyon jó érzékkel és ösztönösen találta meg azt a szemszöget, ahol itt a képeket fotóztam. Egy szép sorozatot adott Szeged városáról, ügyes kis fotós, köszönjük szépen! A felnőtt kategóriában számosan lettek harmadik, második és első helyezettek Magyarországon és külföldön készült remek fotóik miatt. Most jön a kiemelt első helyezett. Katolikus óvoda. A világ dolgaira tágra nyílt gyermekszemek, mint objektív lencséje, a gyermeki gondolat, mint kép exponálás, mely rögzíti a tapasztalt dolgokat. Ilyen csodálatos fényképezőgépet használtak oldásaink. Az őket körülvevő valóság áttranszpolálása gyermeki valóságá. Saját színvilágukba áldozva. Összetett, csoportos és erényi alkotásokkal szerepel. Remek ötlet, hogy mogyoródi római katolikus templomot különböző anyagokból mozaikként kirakták, településünk épített környezetének egyik meghatározó jelképét. Egyéni alkotások, a Szent László szobor újraértelmezése,
Főerényük a gyermeki szabadság, a megfelelés kényszer nélküli alkotás örömének sugárzása a néző felé. Többen részesültek még kiemelt első helyezetti díjban. Bojki Miklós, cianotípia fotójárása készült munkáival szerepel ezen a kiállításon. E módszer 1842-től ismert, 1890-es évektől szélesebb körben is alkalmazták. Majd feledésbe merül. Ma már csak mint fotóeljárási kurvizumot alkalmazzák. A mai technikai eljárásokat tekintve drágább, kissé bonyolultabb, időigényesebb, mert ha csak a hívási, előhívási időt nézzük, ami akár 5-20 perc között is lehet, képrefeketességtől függően. Különleges eljárással készült képeink a Váci Székesegyházat és annak részleteit, a magyar építészet csodáját ábrázolja. Kiemelt első helyezett lett Forgács Gábor is. Számára lényeges a képi konstrukció, melyet megoszt a nézővel. Mérnöki, szakmai elhivatottsága segíti, erősíti fotoművészi elképzelésének megvalósítását. Fekete-fehér képeinek koncepciója elvont konstrukcivizmus jegyeit hordozza, jellemző a lendületes vonal töredékek rajzolata a vertikális és horizontális kizárásával. Sötétben burkolózó színes fotóin a meleg, sejtelmes fény a főszereplő, kiemelve ezzel az épületek különleges fényviszonylatait. Stég és házikó általában így nevezett képén a látszat ellenére precízen megkomponált, érezni a kristálytiszta tavaszi szélfó alatt. A fotókiállítás január 27-ig tekinthető meg a Mogyoródi Művelődési Házban.